Négy esztendő után ismét esperes plébánosa van Lentinek. Hogyan történt a kinevezés? A kinevezés az elsősorban úgy történt, hogy Kis László atyát, aki eddig a Lenti kerület esperese volt, ő körmendre szólította a gondviselés, ott van az új feladata, így a kerületünk egy bő hónapig tulajdonképpen esperes nélkül volt, és ezután kérte a megyéspüspök, hogy a, egyrészt a kerület papjai válasszanak esperest, és hát így ért el engem ez az esferesség. Számított Tamás atya a kinevezésre? Hát nem számítottam rá, több okból sem, hiszen a mi kerületünkben vannak papok, akik több éve vagy több évtizeddel többet vannak már itt ezen a helyen. De valahogy mégis ez így alakult, hogy Püspök atyának a döntése, valamint a papok választása valahogy rám esett. Milyen új feladatok járnak a címmel? Elsősorban, ahogy megfogalmazza az egyházi törvénykönyv is, az esperesnek a feladata, hogy segítse a megyéspüspöknek a, a munkáját, azáltal is, hogy az egyház megyének egy adott területének az élén áll. A másrészt meg egy kicsit megfordítva talán, hogy segítse a kerületpapjainak a mindennapjait, nem csak az adminisztrációt, szervezési dolgokat, de sokszor ilyen felügyeleti dolgokat is, anyakönyvek ellenőrzését, a, a plébániák működésének a segítségét, vagy a segítségre szoruló lelkipásztoroknak a támogatását, mind fizikailag, mind lelkileg. Ez plusz feladatokat jelent, azonban plusz juttatást nem. Hát így van, plusz feladatot jelent, plusz juttatás nem, ez talán nem is erről szól, hogy nem a plusz juttatásról szól. Ő megtisztelő a cím, de feladat is jár vele. Röviden mindezeket követően a Szombathelyi Egyházmegye papi szenátusának is tagja lett. Ez hogyan történt? A papi szenátus, ezt talán nem tudják sokan, minden egyházmegyében létezik. Ennek a, a feladata az, hogy a megyéspüspököt szorosabb értelembe véve segítse a feladataiba és a döntéseibe, a tanácsaival, meg a jelenlétével. Ez úgy történik, az egyházmegye papjai választák ennek a testület felét, a felelét számot, a másik felét pedig a, a főpásztor nevezik ki. Én ebben a a kinevezett csapatba kerültem be. Múlt szerdán volt a papi szenátus alakuló gyűlése, és rögtön munkához is fogtunk olyan feladatokban, ami mind az egyházmegye életét, mind a a papoknak az életét illeti. Hát komoly feladat ez is, egy új rálátást ad nyilván az egyházmegye működésére, problémákra, lelkipásztori kihívásokra, gazdasági életre, nagyon sok mindenre. Lenti TV nevében én is gratulálok, és jó egészséget, eredményes munkálkodást kívánok. Hálásan köszönöm.